Együttes ülést tartott a Város Kultúra, Civil Szervezetek Város Marketing Bizottsága és az Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága. Meghallgatták Bellinger Attila beszámolóját szexeltestvér és partnervárosi kapcsolatainak tavalyi alakulásáról. Itt elhangzott, hogy idén szeptember végéig nem terveznek rendezvényt sem utazást. A bizottságok nem támogatták Ács polgármester javaslatát, ami szerint Gyurkó László sportolót bízzák meg tanácsadói munkával a szexádi sportuszoda kialakításánál. A bizottságok arról döntöttek, hogy erre a szakmai munkára a sportuszodát leginkább használó szexádi úszószövetség és vízilabda szövetség képviselőit kérik fel. Ezzel szemben támogatták a Kosálada Sportklub szexád támogatási kérelmeit. Végleges döntést a közgyűlés hoz majd. A Szexádi születi napokat pedig mindkét bizottság megrendezné szeptember 17-e és 21-e között. A rendezvény elnevezésén sem változtatnának. Egy bizottságot állítanának fel a műsortelva költségvetés megtervezésére, a fellépők és szolgáltatók kiválasztására. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre a szexádi születi napok megrendezésére. A művelődési ház szabadtéri rendezvényeire korábban 90 millió forintot különítettek el a költségvetésből. A koronavírus járvány miatt azonban a rendezvények elmaradtak, a forrás egy részét pedig átcsoportosították. A bizottsági ülésen Tamási Anna igazgatóságvezető kiemelte, az idei költségvetés tervezésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy kevesebb adóbevétel folyik be a vállalkozásoktól, ezért óvatosságra intette a bizottságokat a költségek tervezésére. A döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni mindkét bizottság éjjel szexádot képviselő elnökét, Csötönyi Lászlót és Murvai Árpádot, ám ők egyiket sem kommentálták.